100 érettségiző nyitotta meg idén a bált. A fiúk és a lányok elegáns ruhákban vonultak fel, és hagyományosan keringőt adtak elő. Idén, tehát 22. alkalommal szervezzük meg ezt a bálat, és 8. alkalommal kerül megrendezésre a szabadkai érettségiző diákok nyitótánca. Tulajdonképpen ők az első bálozók, hiszen a szabadkai érettségizők, illetve az érettségiző diákok, azok nagykorúak, és így szeretnénk őket bevezetni a felnőttek világába. A pedagógus bál egyik fénypontja a hűségdíj átadása. Ezt az elismerést az a pedagógus pár kapja, akik évek óta bál vendégei. Az idei hűségdíjat Veszelinov Ibolya, a Magyar Kanizsai Gyöngyszemeink iskoláskor előtti intézmény igazgatónője és férje érdemelte ki. Biztos látszott az arcomon a nagy meglepődés, mert nagyon meglepődtem. Igaz, 22. alkalommal van megszervezve. Én úgy emlékszem, hogy már 15 éve minden évben itt voltunk a bálban. Az eseményen mások mellett jelen volt Gombár Szeréna, Magyarország szabadkai konzulja, Halasi Szabolcs, tartományi felsőoktatási és tudományos kutatásügyi segédtitkár, valamint Nyilas Mihály tartományi oktatási titkár is. Nagyon jól érezzük itt magunkat, minden alkalommal a nejemmel, és nem volt kérdés, hogy az idén is itt leszünk. Sok pedagógussal találkozhatunk, a munkám most már hozzájuk is kötődik, és ez a találkozás, a beszélgetés, ez egy egészen más jellegű, mint a munka mellett történő, és örülök, hogy itt lehetek ma is. Az est meglepetés fellépője Bernát Tamás, a Komáromi Jókai Színház művésze volt, a talpalávalót pedig a Joker együttes szolgáltatta.